köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Sajnos a mai nap folyamán a gyarmati televíziót újfenn nem találom meg a sajtó képviselői között. Annak ellenére, hogy a gyarmati adóforintokból azért évi 20 millió forintot ők is kapnak, és az önkormányzati kampány lezárulta óta egyetlen sajtótájékoztatómon se jelent meg ez a televízió. Annak ellenére, hogy azért a város lakosságának egy jelentős részét képviselem, úgymond. A mai nap folyamán a mögöttem látható bevándorlási hivatalnak, a Balassagyarmati intézményében tettem egy látogatást. Tavalyi év folyamán még újságírói igazolvánnyal, ezt sajnos nem tették lehetővé számomra, meg kellett választatni úgymond magamat ahhoz, hogy egyáltalán ebbe az intézménybe bejussak. Amit bent láttam, az nagyjából egy átlagos kollégiumnak a színvonalát üti meg, azért látszik az, hogy elég sok pénzt ráfordítottak a felújításra. Ennek a dolognak az érdekessége, hogy egy órával azelőtt a Balassagyarmati Dózsa György általános iskolában tettem egy úgymond nosztalgia látogatást, mert 1998-ban ott végeztem, és ami a ennek a történetnek a furcsa fintora, hogy az az általános iskola még napjainkban is szinte teljesen ugyanúgy néz ki, mint amikor én onnan elballagtam. Egyedül az új műfüves pálya és a bejárati ajtónak a felújítása az, ami árulkodik arról, hogy már nem 98-at írunk. Arról, hogy mit láttam bent az intézményben, illetve hogy az igazgató asszonnyal miről beszéltem, csak néhány gondolatot. Többek között az egyik fontos ötletem, illetve ötletünk az, amit megkérdeztem tőle, hogy adott esetben a szállónak a lakói hajlandóak-e Balassagyarmatért valamilyen közérdekű munkát végezni, vagy a közmunkaprogramba őket be lehet vonni. Erre törvényileg valószínűleg nincs lehetőség, viszont az igazgató asszonnyal abba állapodtam meg, hogy önkéntes munkaként, hogyha mi szervezünk egy ilyen város szépítő napot, ami a Balassagyarmati Jobbik programjában szerepel is, akkor ő lehetőséget nyújt arra, hogy a bent található fali újságon, illetve az itt lakók felé ezt továbbítsa. És ez az ötletünk azért merült föl, mert ugyebár a bevándorlási hivatal és a jogvédő szervezetek is mindig arról beszélnek, hogy az európai magyar társadalomba való beilleszkedésük fontos ezeknek a személyeknek, és ennek kapcsán jött az ötlet, hogyha már magyar adóforintokon etetjük és tartjuk el őket, akkor legalább Balassagyarmat közösségének egy minimális kis dolgot nyújtsanak és adjanak vissza azzal, hogy pár órányi munkájukat feláldozzák a szabadnapjaikra. Ahogy a sajtótájékoztató címében meghirdettem, ugye a Balassagyarmati idegenszálló bezárása is szerepelt, mint cím. Ezzel kapcsolatban pedig egy apró hírt közölnék, ami Balassagyarmatot is érint idézőjelben, hogy ugye a belügyminisztérium meghirdette azt az akcióját, hogy az ország önkormányzatai területeket ajánlhatnak föl az egy-egy idegen szálló építésére, és ez fölvetődött például Kunszentmártonban is, ahol a ottani testület megszavazta azt, hogy területet biztosítson ennek a beruházásnak, és a helyi Jobbik alapszervezet aláírásgyűjtésbe és népszavazás megtartásába fogott, és ennek kapcsán említem csak meg azt a dolgot, hogy annó, mikor 2010-ben döntöttek a Balassagyarmati szállónak a sorsáról is, akkor sajnos Balassagyarmaton teljesen síri csönd honolt arról, hogy ez az intézmény ide kerül. Ha akkor a városvezetés ezt fölvállalja és nyíltan foglalkozik a problémával, akkor lehet, hogy azok az esetek sem történtek volna meg, amik megtörténtek itt Balassagyarmaton. Úgyhogy lehet ezek ellen a dolgok ellen tenni, és akár még a belügyminisztériumot is úgymond meg lehet hátráltatni néhány lépésével kapcsolatban, csak ehhez erős akarat kell.
ami Hunszentmártonban sem volt meg a helyi testületben, viszont azáltal, hogy ott nyilvánosságot kapott, a civileknek, illetve a Jobbik erőinek és a ügy mögé állóknak volt annyi hatása, hogy megakadályozza az ottani szálló megnyitását.